fiatal diákokból állt össze a Kossuth Lajos Művelődési Központ színjátszóköre, akik több hónapja próbálják Fenyő Miklós és Novai Gábor klasszikusnak számító musicaljét, a Hotel Mentolt. A darabot Francúz Erika állíti színpadra. Én a Shakespeare Színművészeti Akadémián végeztem musical tanszakon, és mellette az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar műveltségterületű tanítóként. Meg hát ugye mellette táncot is tanítottam, tehát igazándiból mindig szerettem ilyen dolgokkal foglalkozni. A rendezés az nem jött újdonságként a számomra. Voltak már diák színpadok, amelyeket vezettem. Többek között a Honalapfokú Művészetoktatási Intézményben Hegedűsné Orosz Nóránál. És igazándiból az ötlet az úgy jött, hogy a Hegedűsné Orosz Nóra ugye itt a Művelődési Háznak az igazgatója, Sátorai Jóhelyén, és ez egy közös ötletként jött létre. A jelentkezők közül a rendező saját maga választotta ki a szereplőket. Próbáltam mindenkitől egy verset meghallgatni, egy dalt meghallgatni, és aki tudott táncolni, vagy akinek már ebben előképzettsége volt, például, hogy társas táncra, modern táncra járt, bemutatót tartottak, előadták, amiket ők szerettek volna. Én ezeket meghallgattam mindenkit egyesével, úgyhogy nem volt egy kis munka, és senkit nem küldtem el. Tehát esetleg volt olyan, aki mondjuk kevésbé volt tehetséges a prózai részben, de azt gondoltam, hogy a táncban nagyon jó. Annak ugye elmondtam, hogy én ezt látom jónak, hogyha ő például táncos lenne ebben a darabban, és elfogadták. A musical főszerepében Kanes utca Ádámot láthatja majd a közönség. Barátnőmmel jelentkeztünk, mint táncosok, mivel megkérdették, hogy táncolni, prózát, verset, illetve ilyenekkel lehet felkészülni. Mi ugye táncolunk már elég sok éve, és elhatároztuk, hogy jövünk táncolni, aztán a végén úgy alakult, hogy elénekeltettek velünk pár sort, és hát így meghallgatták, hogy elég jó hangunk van, meg elég jó színészi adottságaink, és így alakult, hogy megkaphattam az egyik főszerepet. Ez a darab egyaránt nagy kihívást jelent színésznek és rendezőnek egyaránt. Elsősorban én azt gondolom, hogy a szorgalom, ami néhány embernél hiába van, tehát szorgalomnak. Mert a szöveges részek a buktatói. Tehát amikor valaki nem jól adja meg a végszavakat, amikor nem figyel oda a másikra, a társára, tehát én azt gondolom, hogy ez annak ellenére, hogy nyár van, ez egy baromi kihívás a gyerekek részéről, arra, hogy ők most nem strandra járnak, nem a haverokhoz járnak. Ahol semmi sem unalmas. Mentor. Semmi sem egyhangú.